Október 7-én az utolsó nyitvatartási napon egy tiltakozó levelet adtam fel a pár budapesti elnökeként a Magyar Postának, melyben aggodalmamat fejeztem ki a postai dolgozók jövője iránt. Két hét elteltével, október 24-én hivatalos választ kaptam. A semmit mondó válaszlevélből csupán egy mondatot szeretnék idézni. A Magyar Posta kiemelt feladata, hogy a lakosságnak legmagasabb minőségű postai szolgáltatásokat nyújtson, emellett dolgozóinak biztosítsa a stabil munkalehetőséget. A második felét meg kell ismételnem. A Magyar Posta feladata, hogy dolgozóinak biztosítsa a stabil munkalehetőségeket. A válaszlevelet követően 4 nap elteltével a Magyar Posta bejelentette, hogy közel 300 szemét fognak elbocsátani. De nem ez volt az első hazugság. Július óta több mint 100 postafiók zárt be, és most az októberi budapesti bezárásokhoz hasonlóan ismételten az energiafelhasználás csökkentésére hivatkozva jelentették be további 366 posta bezárását. Miközben a leépítés tisztán látható, hogy előre el volt tervezve. A Mi Hazánk szerint az elbocsátások helyett a magyar postai dolgozók megbecsüléséről kellene beszélni, és a fizetések emeléséről, ugyanis a 140-150 ezer forintos nettó bérből, amit keresnek, nem fogják tudni fizetni, még a számlákat sem. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a közös sajtótájékoztatónkon. Én általánosságban véve szeretnék a Magyar Posta helyzetéről beszélni, mert a Mi Hazánk mozgalomnak, és azt gondolom minden, akinek alapvetése, alapvető gondolkodásmódja, hogy egy jól működő posta szolgáltatás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Magyarország működjön. Márpedig ez sajnos hosszú évek, évtizedek óta nincs meg, és a Mi Hazánk mozgalom 4 fő problémakört lát a posta működését illetően. Ezeket szeretném most elmondani, illetve röviden az erre adott megoldási javaslatainkat. Az első, ami ugye a legszembeötlőbb, hogy amint itt Vékony Csongor is említette, nettó 140-150 ezer forintot keresnek a postások, ebből egész egyszerűen nem lehet megélni, tehát az alacsony fizetések. Mi azt szorgalmaznánk, hogy hatalmas nagy belső strukturális átszervezéseket eszközöljenek a posta igazgatóságán belül főleg, ahol az igazgatóságon belül milliós prémiumokat osztanak ki egymás között, de ezekre nincs szükség, hanem ezeket a pénzeket bérfejlesztésre kell fordítani. A második pont, az nyilvánvalóan következik az elsőből, hogy ha valahol nagyon rossz a fizetés, oda nyilvánvalóan kevés munkavállaló fog menni dolgozni, tehát egy általános emberhiány tapasztalható a Magyar Postánál. Ebből pedig az következik, hogy akik ott dolgoznak, azoknak 2-3 másik postásnak a munkáját kell elvégezniük, tehát nagyon leterheltek, ebből kifolyólag rosszak a munkakörülmények, ezért ezen is javítani kell, ezen béremeléssel lehet ezen javítani, mint azt az előbb kifejtettem, és akkor egy új vonzó munkahelyé válhat újra a Magyar Posta. Itt zárójelben jegyezném meg, hogy valóban nagyon sajnálatos és elfogadhatatlan, hogy elbocsátottak 300 postás. Ez ugye kérdéseket vet fel, mert mindenhol azt halljuk, hogy óriási emberhiány, létszámhiány uralkodik a Magyar Postán belül, és ez így is van. A valóságban csak papíron játszanak a statisztikákkal, és nem akkora emberhiányt vallanak be, mint az a valóság, ebből kifolyólag történhetnek ilyen dolgok. De menjünk tovább a harmadik pontra, az pedig egy olyan jelenség, amely már régóta mérgezi a postások mindennapjait, amit én úgy hívok, hogy értékesítési pszichikai terror, ugyanis nem csak a sorsjegyekre gondolok, amelyeket kötelezően értékesíteniük kell a postásoknak, hanem különböző élet- és lakásbiztosításokat, de ezek nem opcionálisak, hanem egyenesen sokszor kirúgással fenyegetik őket, hogyha nem hozzák a kellő számokat. Tehát ezt mindenképpen azonnal meg kell szüntetni, ez nem feladata egy postásnak. És a negyedik pont, amely mint egy keretbe is foglalja az egészet, hogy gyenge a postás szakszervezetiség, nincs valós dolgozói érdekképviselet. Itt pedig visszautalnék már egy korábbi javaslatomra, néhány hónappal ezelőtt mondtam, hogy olyan szakszervezetiségre volna szükség a postán és egyébként máshol is, amely nem függ anyagilag közvetlenül a munkáltatótól, tehát olyan szakszervezetekre, amelyek nem az igazgatóságtól kapják a pénzüket, mert így
hogy tőlük függnek közvetlenül, ismerve sajnos az emberi természetet, nem igazán elvárható a gyakorlatban, hogy kőkeményen harcoljanak a postások jogaiért, tehát az államnak lenne feladata egy jogi és egy anyagi alapot létrehozni a független szakszervezetek működtetéséhez. Tehát még egyszer mondom, ez a négy fő pont, amely métejezi a Magyar Posta mindennapjait, amelyet mi állampolgárok is megérzünk, mert ugyebár mi csak annyit érzünk az egészből, hogy későn ér oda a levél, vagy nem is ér oda a levél, de szeretném láttatni az érem másik oldalát is, hogy ezek vannak a dolgok mögött, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza, hogy ebben a négy pontban érdemi és pozitív előrelépés történjen meg. Köszönöm szépen! Záró gondolatként még szeretnék egy eseményt meghirdetni. A rezsi megszorítások nem csak a postai dolgozókat, hanem mindenkit egyaránt érintenek. Így szeretném bejelenteni, mivel a Fidesz kormánya Mi Hazánk mozgalom válságkezelő javaslatait mindig lesöpri az asztalról a parlament felein belül, nem hátrálunk meg, a parlamenten kívül az utcán is demonstrációt hirdettünk, a magyar emberek megsarcolása ellen tiltakozunk, november 9-én a budai várban, a Sándor palota előtt 18 óráktól. A tiltakozásunkon felszólal Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke is. Mindenkit várunk szeretettel, nem szabad elfelejteni Szabó Dezső időtálló gondolatait. Minden magyar felelős, minden magyarért.